Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, értemes lesz! Idén is Tolnán tölti a felkészülés utolsó két hetét az október közepén kezdődő kínai világbajnokságra készülő magyar maratoni válogatott férfi kajakosokból álló csoportja. A gyorsító edzések egyikébe pillantottunk be, amikor a 30 kilométerre készülő versenyzők egyéni hajóban 4x2000-es távú, felettébb intenzív munkát végeztek, köztük a tolnai Boros Adrián és új dunaújvárosi párostársa Máté Krisztián. Erdély Tamás 8.18, Őri Zsombor 8.40, Mészáros Marci 8.15, Máté Krisz 8.14. Szemtanúi lehettünk annak, milyen az, amikor a legjobb hazai férfi maratoni kajakosok az idei év fő világversenye előtt gyorsító edzéseket végeznek. A helyszín a Tolnai Kajakkenu Klub bázisa, ahol 8 versenyző már második hete edzőtáborozik a Holdonán, hogy aztán két hét múlva irány Kína a világbajnokság. 2000 métert vezényelt ezen a délelőttön Barina József, a Tolnai Klub vezetőedzője, aki egyben a válogatottnál is tagja az edzői stábnak, és ott lesz Kínában. Most már nagyon nagy állóképesség fejlesztés nincs, ha bár most 4x2000-et mennek, én írom állóképességi edzést csökkenő pihenővel. Hát főleg modellezem a versenyt, ami várható, az a sok-sok robbantás, amely férfi kajakra jellemző, a rajtszakaszt, a finistát, ami a verseny előfordul, arra készülünk. Ketten ezúttal külföldi verseny miatt igazoltan voltak távol. Aki a maratoni kajakban számít, akiktől várják a sportág hívei az eredményeket a férfiaknál, azok a csapásszámot folyamatosan növelve mind jelen voltak. Természetesen a Tolnai Kajakkenu Klub idén alakult párosa, az Európa-bajnokságon egy ezüstéremmel debütáló Boros Adrián Máté Krisztián dúó is. Ezúttal nem egy hajóban eveztek, majd másnap a páros edzésen erre is sor kerül. Direkt azért csináljuk ezeket, hogy ez remek erőálló képességi edzés is, tehát hogy mindent lehet ezzel fejleszteni, meg megnézni, hogy éppen hol állunk. Tehát itt most ezen a kemény vízen meg pláne erőt is fejlesztünk, mert olyan kemény, hogy kicsinál teljesen, tehát kell is az a 20 percekre rajtolás, hogy kellően kipihenje magát a szervezet az alatt, 11-12 perc alatt, mert azért most így hajtunk egy 8 perc, 8-26, az rendesen megviseli a szervezetet, de utána egy kicsit kikajakozzuk, és már jobb is. Roppant fontossá vált a gyorsasági állóképesség, a robbanékonyság fejlesztése, mivel hogy a világversenyeken gyakran előfordul, hogy tizedek, századok, ezredek döntenek a 30 kilométeres táv végén. Erre mi külön készülünk, tehát a verseny vagy az edzés végén mindig megyünk el rövid sprinteket, tehát hogy az bennük legyen, bírják fejben is, és a szervezetük is, hogy maximálisan kell menni akár 2 óra után is, még egy utolsó százat vagy 50 métert. Az EB-ezüst után a dobogó a cél a VB-n is a Boros Máté párosnak. De itt a spanyolok és a portugálok mellett a dél-afrikaiakkal is számolni kell, akik legtöbbször diadalmaskodtak az elmúlt évek világbajnokságain. Ám az utóbbi időben más nemzetekkel is, például a franciákkal számolni kell a dobogós helyezésekért folytatott küzdelemben. A magyar válogatott felnőttben és az ifjúságiaknál, mind a nőknél, mind a férfiaknál most is népes küldöttséggel vesz részt a világbajnokságon, így a legeredményesebb ország titulusra most is legnagyobb az esélye. Mintegy 800 versenyző vett részt hétvégén a kétnapos diák judo atomkupán Pakson. A 38. alkalommal megrendezett megmérettetésre Horvátországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából is érkeztek versenyzők, valamint 85 magyar klub is képviseltette magát. A házigazda paksiak 4 érmet tartottak otthon. Benépesült az atomerőmű SS sportcsarnoka a diákkorosztály számára már 38. alkalommal rendezett kétnapos atomkupán és Köves László emlékversenyen. Mindkét napon mintegy 400-400 gyermek lépett tatamira a megmérettetésen. A nemzetközi versenyre több külföldi csapat érkezett Horvátországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából. 6 tatamin összesen 25 bíró figyelte a küzdelmeket. A tornán a paksiak is szép számmal megmérettették magukat. Ez a 38. gyerek atomkupa.
Hát az évek során igen, szépen kinőtte magát. Az induló létszám rendszeresen 800 fő fölött van. Most a két nap alatt a 830 főt fogjuk elérni. A mai napon 400 alatt volt az induló létszám. Itt a diák ABC-sek versenyeztek. Ezekre a versenyekre rendszeresen meghívjuk a külföldi kapcsolatainkat. Jelenleg négy külföldi csapat, vagy négy külföldi országból érkeztek versenyzők, amit színesít is egy kicsit, és nehezít is a versenyzők dolgát. Itt az ősz, közelednek az országos bajnokságok, gyakorlatilag ez a legerősebb erőfelmérő, innen már lehet birkózni az országos bajnoki címekért. A paksiak négy érmet szállítottak. Todd Zsombor szépen menetelt előre a döntőig, végül ezüstérem került a nyakába. Hát az első meccsemet Iponnal nyertem, hát a másodikat is. A harmadik már kicsit szorosabb volt, de abban Golden Score-ral nyertem. Hát és sajnos a negyedik meccsben, a döntőben kikaptam, de szerintem az is jó volt. A döntő szoros volt. Szerintem azért is kikaphattam, mert ugye most súlycsoportot váltottam 41-ből 45-re, de szerintem megnyerhettem volna. Nem sokára lesz az országos bajnokság, azt szeretném megnyerni, vagy legalább érmet szerezni, és majd később kijutni az olimpiára. Kerepesi Amira is ezüstérmet szerzett. Száraz Csengem és Anderko Bence bronzérem boldog tulajdonosa lett, míg négy pontszerzőhely is jutott a házigazda paksiaknak. Cibula Bernát, Baksa János, Petrik Hanna Zsófia és Petrik Rihárd Bucsú által. A tévéfilmekből, színházakból és a mozivászonról is ismert arcokkal érkezett hírverő mérkőzésre Fadra a magyar színész futball válogatott. Nemcsák Károly csapatában akadtak neves hiányzók, mint például Rudolf Péter. A helyi öreg fiúk csapata ellen összességében nem volt esélyük a győzelemre. Ez a találkozó persze több Faddi számára a fehér asztalok mellett töltött harmadik félidő miatt is emlékezetes lesz. Kevés foci szerető fadméretű kistelepülésnek adatik meg, hogy megmérkőzhessen, vendégül láthassa a magyar színész futballválogatottat. A Faddiaknak ez összejött 2019. szeptemberének végén. Kellett hozzá először is egy meccsképes öreg fiúk csapat, ez adott volt, no és a még fontosabb dolog, a kapcsolati tőke is. Ábuszképeti meghívásának nem lehetett nem eleget tenni, úgyhogy mindenképpen tiszteltem, mert kellett, hogy tegyem, úgyhogy egy fél időt sikerült gurigáznom. Nem kellett csalódniuk azoknak, akik mindenképpen a tévéből mozivásznokról ismert arcokat, köztiszteletben álló művészembereket akartak élőben látni, focizni. Nemcsák Károly csapatkapitány és Straub Dezső mellett sárga szerelést húzott ezen a vasárnap délelőtten a popzene és a musicalek világából ismert és nagy népszerűségnek örvendő Varga Miklós és a foci mániájáról is ismert énekes Palás Pali. Varga Mikit ezúttal nem mezőnyjátékosként figyelhették, hanem kapusként, amely poszton pályafutása során még egyáltalán nem szerepelt. Az ok roppant egyszerű, nem tudott jelen lenni ugyanis ezen a napon a színész válogatott egyik kapusa sem, így a szuper kicsit nemcsákék beparancsolták a cirka 7 méteres kapuba, nem volt appelláta. A legelején még csatár is voltam, akkor még rudaltam a gólokat, de ahogy öregszem, egyre hátrább kerültem. Ma ez a kapusposzt egy kényszerű dolog, a kapusunk lebetegedett, és közfelkiáltással életem megszavazva, hát olyan kapust kaptak, amilyet megérdemelnek. Föl is avatták olyan egykori NB-s spílerek, mint Nagy Zsolt vagy Fejes Zoli. Ezek sakmat helyzetek voltak, a beúró kapusnak nem lehetett igazán szemrehányást tenni a gólokért, a hamar kialakult 0-3-ért. A saját teljesítményemet, ha értékelni kéne, akkor 50%-osnak tartom. Két potyagól és két remek védés. Mi kell még? Innét szép feljönni, és bizony összekapta magát a sárga alakulat. Fegyvere ezúttal Rudolf Peti és Eperjes Károly hiányában a csapat szponzora minőségében futballozó Pencer Gábor volt, aki kétszer is megfutotta gyorsan a Faddiakat, és felavatta a településen fekete párducként elhívesült kapust, Honpipált, 3-2. Bizony éledeztek a színész remények. Ám mégsem történt fordulat, a második játék részben a Faddi henger elsöpörte az előző napi meccsük miatt bizonyára fáradó színészeket.
majdnem rúgtunk egy gólt éppen, majdnem befújtuk, ez csodálatos lett volna. Persze nekem is el kell rohanni, hiszen nekem is ott lenne a helyem a pályán. Nagyon sok minden van, ilyenkor indul a színház, tehát vannak felújító próbák, beugró próbák, idősek napja is. Ugye most van, de ezen a környéken, tehát sok fellépés is van, hál' Istennek. Kett csütörtökön van edzés nálunk, évek óta. És a hétvégén van egy-egy mérkőzés, hát most kettő, mert tegnap is volt egy meccs, meg ma is, úgyhogy az eredménye a csapat fáradtságának tudható be. A győztes fadbi öreg fiúknak gyaníthatóan nem a győzelem miatt lesz talán életre szól élmény ez a találkozó. Nem megmutatni a tudást kell igazából, hogy élvezni, hogy együtt vagyunk, és élvezzük ezt a sportot, és én azt mondom, hogy a labdarúgás összetart minket, és ez a lényeg az egészben. Most nem azt kell megmutatni, hogy ki tud több cselt végrehajtani, vagy kicselezni valakit. Az a lényeg, hogy együtt vagyunk, és élvezzük ezt a mai napot. A harmadik félidő a fehér asztalok mellett történő kellemes beszélgetés akár egy visszavágó lehetőségét is magában hordozhat. 5 évvel ezelőtt indult el világhódító útjára a tegbal nevű sport, mely magyar találmány. A tegbal a labdarúgás és az asztali tenisz elemeit vegyítő sportág. Domborúan meghajlított síkú, középen plexiüvegből készült hálóval elválasztott asztalon játsszák, futballlabdával legalább ketten. A sportágat hivatalosan 2016. októberében mutatta be Budapesten Ronaldinho, brazil futballista. A tégbal a labdarúgás és az asztali tenisz elemeit vegyítő sport. Domborúan meghajlított asztali tenisz méretű asztalon játsszák, futballlabdával, legalább ketten. 2017-ben Magyarországon rendeztek először világkupát, természetesen magyar sikerekkel. Az első egyéni világkupa győztes ellátogatott Paksra, hogy népszerűsítse a sportágat. Természetesen magával hozta a tavalyi franciaországi világkupa ezüstérmes párját is. A testnevelési egyetemen ismertük meg ezt a sportágat 2015-ben, és azóta folyamatosan fejlesztjük magunkat, mind egyéniben, mind párosban. Én először az egyénit szerettem meg, hiszen nem volt még egy olyan páros, akivel eleinte tudtunk volna játszani. Akkor hívtam fel Csabit, és egy párba is álltunk, és nagyon szép eredményt hoztunk, hiszen tavaly ezüstérmesek lettünk a franciaországi Ramsey világkupán. Ez egy lábtenisz, egy speciálisan meghajlított pingpongasztalon, speciális szabályokkal, például 3 érintésből kell átadni a labdát az ellenfél térfelére, egyéni és páros játék van, párosban mindenképp kötelező egyet passzolni minimum a társadnak, itt szintén 3 érintő van, és valamint nem csak a labdarúgás szerelmesének ajánlott, hiszen ezen 5 sportágat lehet játszani, tegbolt, röplabdát, pingpongot, teniszt, illetve a kézilabdásoknak ezt a bizonyos kes nevű játékot. Paksi játékos is ismerkedik a sportággal, sőt, hogy kellőképpen fejlődjön, megkereste a legjobbakat az országban, így ma már velük edz. Hát én körülbelül egy másfél évvel ezelőtt kerültem vele kapcsolatba, akkor lejártunk Gerjenbe, mert ott volt egy asztal, ahol barátokkal elkezdtünk játszani, tökre megszerettem ezt a játékot, és akkor kerestem a kihívásokat bennem, megtaláltam a legjobb magyarokat fent Budapesten, felmentem hozzájuk, és ott edzek velük, és azért szeretem ezt a játékot, mert olyan technikai elemeket tartalmaz, ami kortól és nemtől függetlenül bárki részére elsajátítható és játszható. Tehát én a 20 éves korosztállyal szemben 48 évesen partiba vagyok velük, és ez nekem egy óriási pluszt ad. Én azért labdarúgással foglalkoztam már 5 éves korom óta, ezen belül azért volt kispálya, nagypálya, lábtengó és egyéb dolgok, tehát azért egy bizonyos fokú, alapfokú technikai képzés mindenképpen kell hozzá, amit utána tökéletesíteni tudsz ezzel a játékkal, hiszen a szabályok is olyanok, hogy kétszer ugyanazzal a testrészen nem érintheted, kétszer ugyanazzal a testrészen nem adhatod át, tehát muszáj, hogy megtanulj mindegyik testrészeddel jól bánni. A fennállásának 60 éves jubileumát ünneplő Pécsi Kovács Béla általános iskola idén is csatlakozott az Európai Diák Sportnapja rendezvénysorozathoz. Ezúttal a PVSK atlétika pályáját és új munkacsarnokát vehették ingyen birtokba a gyerekek.
A rendezvény része volt az iskola jubileumi program sorozatának is, melyre meghívták az intézmény egykori testnevelőjét, Garami József labdarúgó mesteredzőt, valamint Katics Kálmán nyugdíjas testnevelőt, aki 26 évet töltött az iskolában, ebből 14 évet igazgatóként. Többféle sportágat is kipróbálhattak a pécsi Kovács Béla általános iskola tanulói az Európai Diák Sportnap keretében. A gyerekek hétfőn a PVSK létesítményeit ingyen használhatták. Kosarazom a PVSK-nál, szóval, hogy én már itt csomószor edzek, és van itt erőnléti edzés, és az atlétika pályán ilyen futóedzések szoktak itt lenni. Először bemelegítésképpen lesz váltófutás, és utána, aki választó sport szerint kosárlabda, foci, tagból és valami totó, az lesz, és ha aki akar, az jelentkezik rá. A váltófutás lesz, foci, akadálypálya, meg pingpong. Én ritmikus gimnasztikázok, és már 7 évet csinálom. Ez az Európai Diák Sportnap, és ma lesz foci, kosár, röplabda, tollas, és ennyi, szerintem ennyi lesz. Meg futás is lesz itt körül, akadálypálya. Az ünnepélyes tanévnyitó után az Európai Diák Sportnap volt a fennállásának 60 éves évfordulóját ünneplő pécsi Kovács Béla általános iskola jubileumi programsorozatának soros állomása, melyre az egykori testnevelőket, köztük Garami József labdarúgó mesteredzőt is meghívták. Nekem azt jelentette, hogy 2 évig tanítottam Komlón, és be tudtam kerülni Pécsre. Én ugye pécsi vagyok. És egy nagyon jó környezetbe kerültem, mert volt tornaterem, volt egy nagy kézilabda pálya, és mellette még volt atletizálási lehetőség is, mert volt egy távolugrógödör, magasugrógödör, úgyhogy lehetett dolgozni. És hát nagyon jó közösségbe kerültem, az egy olyan családi hely volt abban az időben, nagyon sok szőlős gyerek, így neveztük őket, akik jártak oda, természetesen máshonnan is, és nagyon jól éreztem magam, egyrészt a tanári közösségben, másrészt hát a gyerekek csodálatosak voltak, szerették a mozgást, és én ebben azért segítettem nekik. Katics Kálmán nyugdíjas testnevelő 26 évet töltött az iskolában, ebből 14 évet igazgatóként. Jó eredményeket értünk el, például a Horváth Judit, az a híres kosárlabdázó is ott volt, az előbbi riportalanya Garami József is tanított Ráncvároson, és egy érdekesség, mert ugye ő idősebb, mint én, amikor ilyen főiskolás koromban gyakorlatra kellett mennünk, akkor a tanárúrhoz mentünk, és már azóta ismerem, és a húga meg évfolyam társam volt. És ez mindig egy sportos iskola volt, jó eredményekkel, a kisiskola mérete, létszámához képest mindig jó eredményeket értünk el. Jelenleg 480 tanulóval, 19 osztállyal működik a pécsi Kovács Béla általános iskola Rácvároson. Az intézmény egész közössége részt vett az Európai Diák Sportnapon. Nagyon sokat jelent a sport, úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a mai fiatalok hozzászokjanak és megszeressék a sportot, és nagyon hálásak vagyunk a PVSK-val, akikkel évek óta együttműködünk, hiszen ezt a mai napot nekik köszönhetjük, átengedték nekünk a sportlétesítményüket. Ők 100 évesek, mi 60 évesek, és akkor ez így egy ilyen évfordulói ajándék számunkra. Idén is szeptember utolsó napjaiban rendezték meg mindenhol az Európai Diák Sportnapját. A program az 1987-ben alapított Magyar Diák Sport Szövetség kezdeményezésére 13 évvel ezelőtt indult el, 2015 óta pedig Európa más országaiban is megtartják. Az Európai Diák Sportnapján a regisztrált iskolák vállalják, hogy legalább 120 percnyi mozgást, sportprogramot szerveznek a tanulóknak. A mai programot egy élőképpel kezdünk, amit láthatjátok, hogy a felsősök kiírják a Kovács Béla általános iskola, az alsósok pedig egy kört fognak köréjük alkotni, és egy drónfelvétel fog erről készülni. Majd ezután ketté fog válni az iskolánk tanuló ifjúsága, az alsósok mennek be a sportcsarnokba, ahol kosárlabda mérkőzések és kosárlabda játékos feladatok lesznek, addig a felsősökkel itt kint egy váltó atlétika versenyt csinálunk, majd utána választható sportáganként elmennek vagy
focizni, vagy kosarazni, vagy röplabdázni itt kint a kinti pályákon, és szabadidős sportágak közül tékbal, rollerpályát használhatják, tollas labdázhatnak, és ezek után pedig az alsósok is ki fognak jönni, és őket is bevezetjük az atlétika gyönyörűségébe, mert már ki akarták most próbálni, mielőtt még ide bejöttek és meglátták ezt a pályát, már rögtön futni szerettek volna, mert nagyon a gyerekek, hogyha meglátják a sport létesítményeket, akkor már eleve bennük van, hogy mozognának, és nagyon szeretik, és ezt szeretném a mi iskolámba, hogy a gyerekek megszeressék a különböző sportágakat, és szeretettel mozogjanak önfeledten, és nem a versenysport irányába, majd utána, amikor nagyok lesznek, akkor arra mehetnek. A jubileumi tanév során tanulmányi, kulturális, sport és egyéb rendezvényeket terveznek a pécsi Kovács Béla általános iskolában. Kétnapos integrált futóversenyt tartottak Kozármislenyben. A második Misleny részre ugyanis a családok és baráti társaságok mellett a Fészek lakóotthon sportolóit is meghívták. A kétnapos rendezvény az Európai Sporthét keretein belül valósult meg. A második Misleny rész első napján a kozármislenyi Janikovszki Éva általános iskola tanulói versenyeztek, szombaton pedig bárki benevezhetett az öt kategória valamelyikébe. A legnépszerűbb a kondi rész volt, ahol 2,7 km futás közben különböző TRX és egyéb erőállóképességet igénylő feladatokat kellett szabályosan végrehajtaniuk a versenyzőknek. Tavaly is indultam, ez a második Michelin részem. Tavaly a részvétel volt a fontos, most idén rágyúrok az erősségem, az lesz, hogy a teljesítményt próbálom egy kicsit fokozni. Minden esélyem megvan rá, egy évig készültem erre a versenyre, megpróbálom beverekedni magamat a legjobb 164 közé. Ez azért érdekes, mert azt hiszem, hogy 30-an indulnak az én számomba, de remélem sikerülni fog. Az általános iskolások közül voltak olyanok, akik nem csak pénteken, hanem szombaton is rajthoz álltak a Misleny részen. Csak futunk az akadálypályáson. Egyébként jártok itt TRX-re, vagy szoktatok ilyenekre részt venni, vagy csak futáson? Hát az iskolában is szokott jelenni évente egyszer. Mire számítasz ma? Hát nem tudom. Nyerni fog szerinted? Hát azért nem. Te tudod-e, hogy milyen a pálya, mit kell csinálni? Hát nagyjából ilyen kondis feladatok lesznek. Futni kellett, nem voltak ilyen TRX-es feladatok. Te neked mit kellett csinálni tegnap a suliban? Nekem is ugyanezt. A második Misleny része az Európai Sporthét rendezvénye volt, melynek célja a rendszeres testmozgás népszerűsítése, azaz a kampány arra ösztönzi a résztvevőket, hogy minél többet mozogjanak a sporthét ideje alatt, illetve ennek hatására egész évben aktívabb életet éljenek. A programsorozat 2015 óta tartó sikereinek köszönhetően idén szeptember 23-a és 30-a között újra megrendezték a sporthetet. Magyarország az elmúlt években európai viszonylatban is kiemelkedően aktív résztvevője volt a programnak. A tavalyhoz képest nincs sok változás, az idén is megrendezünk több kategóriában ezt a versenyt. Az Európai Sporthét keretében csatlakoztunk ehhez a rendezvénysorozathoz, és hát ugyanaz a cél, mint az elmúlt évben, hogy jöjjenek ki a családok, versenyezzünk, sportoljunk, és egy kis közösséget is formáljunk. A junior 1-2 kategóriában a 10 év alattiak és a 10 év felettiek versenyeznek, egy kör futáson a tó körül. Lesz egy kondifutam, ami 2700 méteres futás különböző akadályok leküzdésével, és lesz egy hosszabb távú futás, ahol csak a úgymond száraz futás lesz, 10800 méter. TRX-es gyakorlatok is lesznek, lesz karaitásnyújtás, térbehúzás, lesz mélyevezés, lesz sétálókitörés, dombrafutás és medicilabdahajítás. Külön elismerő díjazásban részesült a helyi Fészek lakóotthon csapata, akik külön kategóriában indultak. Az 1999-ben alakult Életesély Egyesület lakóotthona 2000 óta autista és egyéb fogyatékossággal élő gyermekeknek és fiataloknak nyújt segítséget. A Misleny rész jótékonysági célokat is szolgált. A résztvevők anyagilag is támogathatták a lakóotthont, és a befolyt összeget fejlesztőeszközök vásárlására fordítják majd a szervezők. Ez volt erre a hétre a pálya, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!